Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videó nagyon különleges lesz, mert kaptam lehetőséget arra, hogy a Tesztbeszéd című új műsor backstage-ébe betekinthessek. Úgyhogy most indulunk fel Pestre, és meglátjuk, hogy milyen lesz. Hogyan választjátok ki az aktuális emberek? Tehát hogy választjátok össze? Például ez is egy nagyon vegyes válogatás volt. És az hogy ez... mindenképpen cél, hogy vegyes legyen. Uh-huh. Az mindenképpen cél. Nagyjából egy igen, az valószínűleg egy véletlen. Az valószínűleg egy véletlen, de nem számít. Tehát azt szeretném, hogy nagyon vegyesek legyenek, mert ugye pont az a lényeg, meg azok a részek, amelyek azok is láttátok, amikor magától elindul a beszélgetés. Tehát itt a végén például volt, amikor ugye ez a házasság dologról volt szó, és akkor a Gregor elnökről azt a beszélgettek erről. Tök más gondolnak a dolog, tök más emberek, de ez tök jó, ha megjelenik mind a kettő. Mert akkor sokkal izgalmasabb beszélgetés lesz, meg olyan embereket próbálok, akik amúgy nem nagyon kerülnének egy ilyen helyzetbe, és mert ilyen adott témákról nem biztos, hogy beszélnének. Mert hogy így kerül a néző elé olyan tartalom, ami egyébként nem. De hogy válogatjuk őket? Hát nagyon nehéz, olyan ember kell, akiről gondol valamit a néző. Tehát akiről, hogyha ül a tévé előtt, akkor akar valamit mondani. És a szempont, hogy nem nagyon ismerjük még egymást, mert azért így izgalmasan. Mert hogyha nem ismerik egymást, igen, ugyanezt gondolom én is, mert ha ismerik, tehát hogy itt nem az a feladat, ez sokan félreértik, hogy az a feladat, hogy föl kell mondani, hogy a másikról én mit olvastam, vagy mit tudok, vagy én mennyire ismerem, mert ez egy vizsga. Ez nem rólam szól, hanem hát valamennyire igen, de hogy milyennek látszik ő. És igazából ahhoz nem kell. Tehát bárkiről itt körbenézel, bárkiről tud benyomást mondani. Fönt van minden ilyen, hát majdnem minden ilyen backstage szekció, ahol a vendégeink vannak. Itt van egy ilyen szendvicsezős, pezsgős kis félrevonuló. Azt gondoltuk, hogy nem mindig az legyen, hogy a sminkben ülnek és beszélgetnek egymással, uh-huh. hanem hogy legyen egy hely, ahol félre lehet jönni, meg ahol lehet beszélgetni. Tehát szeretnénk, ha jól éreznénk magunkat. Attól nekünk könnyebb a dolog. Itt van a beauty szekció, ahol haj és smink készül. Tehát tulajdonképpen ez a Brody Studio, ez egy hatalmas nagy ilyen bérház, ahova bevettük magunkat, és minden helyiséget hasznosítottunk. És miért ezt választottátok? Azért, ami látszik a képernyőn, tehát az volt a szempont elsődlegesen, csak aztán kiderült, hogy ez egy tök jól belakott, és akkor egy napra van egy ilyen nagyon klassz kis saját irodaházunk, ahol minden a miénk, és tök jó fejek, és kávét kérhetünk a pultban, és ilyen. Tehát tulajdonképpen mi is nagyon jól érzünk magunkat. Smink a fodrásza, itt van a ruha, egy ilyen bár. Részileg így készülnek azok a portrék, írtam a Zsolt fotóművész, akinek egyébként rendszeresen vannak kiállításai, ő ilyen fekete-fehér városképeket csinál egyébként, nagyon sokat, meg érdemes rákeresni, mert nagyon-nagyon szuper, amiket csinál. És a lakástalkshowban is csinált már portrékat a vendégekről, és akkor én szerettem volna, hogy ez a klasszikus ilyen négyzet alakú, négy személyes portré, mint egy ilyen családkép, az mindig legyen meg a vendégekről, úgyhogy van egy ilyen sorozatunk. Én már veled csináltam interjút, de biztos nem emlékszel. Mikor csináltam? Miskolci Egyetemen. Sokszor voltam. Ebben felnőttél. Pár éve. Igen, pár éve volt. Szerintem egy jó kis hiánypót
hallgató kis oázis műsor ez, mert talkshowra van igény, de a klasszikus talkshow bejön az ember a keresztbe a kanapén, és mi újság vele, ez a kutyát nem érdekli ma már. De beszélgetni meg azért akarnak, és akkor itt jön az interaktivitás képbe. Megcsináltuk ezt a New York című műsor, és voltak belőle szezonok. Írták egy csomóan, ez volt a legérdekesebb, hogy nem azt írták, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, hanem azt írták, hogy legyen már jövő héten is, mert ők erre szoktak enni. Ez megvan? Erre esznek. Fölcsapja a laptopot, és akkor valaki írt, hogy legyen már hosszabb, mert hogy ki van számol, hogy pont 12 perc alatt fő meg a vésbó. Backstage-es betekintője. Kezdjük az elejéről, egy kicsit beszélnék nektek még erről a műsorról, azon kívül, hogy beleláthattatok a videón keresztül. A Brody stúdió sajnos elég hideg, úgyhogy egy kicsit meg is fáztunk, mire vége lett ennek az egésznek, és ezen sajnos nem nagyon tudnak változtatni. Szóval ez végül is a hátránya annak, hogy ennyire szép környezetben van felvéve ez a műsor. De amint láthatátok, nagyon hangulatos, és tényleg szerintem nagyon családias az, hogy középen vannak az éppen aktuális sztárok, és körülöttük van a közönség, és ugye mindegyik felvételre lehet jegyet is venni nézőként, 2000 forint, és akkor akár aki bemehet, leülhet, attól függően, hogy mennyire szeretne látszani majd a leadott tévéműsorban, választ egy helyet, mert hát az elején elmondták nekünk, hogy úgy viselkedjünk, hogy valószínű, lehetséges, hogy látszani fogunk a tévében is. Beültünk először is a nézők közé, és utána felvettük ezt az egészet. A felvételről nem készítettem semmilyen videót, mert hogy akkor addig nem mehetne ki ez a videó, amíg meg nem jelenik a Spektrumon ez a rész, és hát az még nem most lesz. Már pár rész lement a tévében is, a Spektrum Home-on lehet megnézni, ami Dombóvári István szerint mindenkinek elérhető, de hogyha esetleg még sincs ilyen csatornátok, akkor meg lehet már nézni Sorozatbaráton is, mert hogy kiderült, hogy oda is feltöltik ezeket a részeket. Mindegyik műsor nagyon más. Azóta én már láttam a tévében is az előző felvételekből, és amin én voltam, az egészen más hangulatú. Úgy érzem, hogy az első pár az még egy kicsit nehezen indult be, főleg azért, mert, és főleg ezért kérdezgettem arról, hogy hogyan választanak embereket a beszélgetéshez, mert hogy úgy éreztem, hogy nagyon nem ismerik egymást a sztárok, és ezért nehezebben tudnak véleményt nyilvánítani, illetve nehezebben hangolódnak egymásra. Amin én voltam, azon Péter Fibori, Gangsta Zoli, Gregor Bernadett és Csonka András beszélgetett, és annyira jó volt a hangulata, nagyon vicces volt, nagyon gördülékeny volt, és éreztem, hogy nyitottak egymásra, ahogy Dombóvári István is mindig megkérdezi az adás végén, hogy sikerült-e jobban megismerniük egymást. Ez tényleg egy olyan adás volt, amikor sikerült. De emellett komolyan is tudtak nagyon-nagyon jó témákról beszélni, és hát mi is szavazhattunk. Egy applikáción keresztül szavazhattunk a telefonunkon, még annyi hátulütője van ennek a helyszínnek, hogy wifi nem volt, így a saját mobilnetünkről töltöttük be a felületet, és akkor minden egyes alkalommal mi is megválaszoltuk a kérdéseket. Ez nagyon izgalmas volt, mert általában én mindig azt a választ adtam meg, ami a többséggel szembe megy, de ettől függetlenül nagyon izgalmas volt így. Szerintem az adás az nagyon-nagyon jó volt, én nagyon élveztem a közönség soraiban lenni. Utána következett a backstage-es rész. A backstage-be 5 blogger mehetett, abból végül is csak 3-an voltunk. És hát körbenéztünk a stúdióban, ahol forgatják ezt az egészet. Ezt láthatjátok, hogy milyen helységekből áll, hogy nagyon barátságos, meg családias környezet, és hogy van lehetőség a stábnak is, meg mindenkinek, aki a műsorban szerepel, beszélgetni, egy kicsit iszogatni.
tényleg azt éreztem, hogy érdekli őket az, hogy mi érdeklődünk a műsor iránt, és nem az volt, hogy jó, akkor most gyorsan akkor bevezetünk és menjetek innen. A második adásra is meghívtak minket, ami pár órával később került felvételre, de sajnos nem tudtunk maradni. De nagyon-nagyon élveztem az egészet, és tényleg úgy éreztem, hogy érdemes bemutatni ezt a műsort. Előtte én informálódtam a műsorról, és ez alapján kérdezkedtem is, mert tényleg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó elképzelés, és nagyon jól meg is van valósítva. Szóval én nagyon örülök, hogy bemutathattam nektek a tesztbeszédet. Véleményem szerint is hiány van a beszélgetős műsorokból. Régebben volt a heti hetes, amit én is nagyon szerettem. Azóta nem volt ilyen jó beszélgetős műsor, amiben tényleg érdemi dolgokról beszélgetnek az emberek, és ez a megoldás nagyon jól kivitelezi azt, hogy fontos dolgokról beszélgessünk, de úgy, hogy még interaktív is legyen, ne úgy, hogy untassa a nézőket, és én remélem, hogy a berendelt 10 résznél többet fogunk kapni ebből a műsorból, szóval, hogyha esetleg még tehetitek, és még van hely, vagy van lehetőség rá, akkor nézzétek meg élőben is a tesztbeszédet, mert úgy igazán izgalmas, de hogyha erről már lemaradtatok, akkor nézzétek a tévében a Spectrum Home-on, ahol hétfőnként szokott menni az adás, de többször ismételik is. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ebben, és hogy bemutathattam a műsort, és beleláthattam, és nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!